Szaruszékes Fehérvár, jaj, de jó, hogy látlak. Szervusz, Székesfehérvár, jó itt lenni nálad. Szervusz, Székesfehérvár, ma minden dallam feléd száll. Az én dalom is neked jár. Hát szervusz, Fehérvár, szervusz, Fehérvár. Ezekről a fesztiválokról mindenkinek van egy-egy érdekes története. Már is szállítom neked az egyiket. A kulisszatitkok azok nagyon érdekesek. Hát ebből vannak olyanok, ami publikus, van, ami nem publikus, természetes dolog. Hát ilyen kulisszatitkot talán az, hogy alakult ki az, hogy kinek ki a kedvence. Voltak olyan énekesek, akikért egyszerűen rajongott úgy a közönség, mint mi dolgozók is. Hát nekem, aki személyes kedvencem volt, a nők közül, hadd említsem Kovács Katit, akivel hiszen hasonló korúak is vagyunk. Már azt hiszem, hogy egy idősek is, nem tudom. Kati nagyon izgulós volt. Egy tündéri bejött az irodába a zöld kis szemeivel, és akkor mondta, hogy én annyira félek, pedig mindig sikere volt. És amit imádott, a kockacukor. Akkor, ha nagyon izgott, akkor mindig, hogy Irén, van kockacukrod? És akkor adtam neki kockacukrot. De a legérdekesebb az volt, ami Médit meg is nyert utána Kati, hogy bejött, és annyira remegett, és odáll elém, és azt mondja, adj egy pofont. Mondom, tessék? Azt mondja, jó, gyorsan, mert megyek a színpadra. És megnyerte azt a Médit. Nem is tudtam, hogy ez a Kati ilyen babonás. Na, majd én veszek neki egy fekete macskát, 3 kiló kockacukorra, és átadom neki, ha legközelebb látom. Ha legközelebb látok, már nem figyelek rá. Ha legközelebb látok.
Fesztiváldíjak, kották, plakátok között ülünk, mellettem Kovács Kati és Koncz Tibi. És Szenes Ivan. Jó, köszönöm szépen, hogy bemutattál. Mindenek előtt, annélkül, hogy tagadnám nemzeti elfogultságomat, kijelentem, hogy az a véleményem, hogy sehol a világon nincs annyi jó énekes és énekesnő, mint Magyarországon. Néhány évtizeddel ezelőtt, anélkül, hogy símaszkot tettem volna az arcomra, vagy eltakartam volna kilétemet, kijelentettem, hogy a legjobb magyar táncdalénekesnőnek Kovács Katit tartom. Mielőtt pirulnál itt, elmondom, hogy ez a véleményem azóta megváltozott, mert most már az a véleményem, hogy Kovács Kati a világ egyik legjobb táncdalénekesnője. Szomjas a föld és éhesek a fák. Add már, uram, az eső! Sárga a zöld és száraz a világ. Add már, uram, az eső! Fúkad a búza, meghal a virág. Add már, uram, az eső! Hozd el a csúnya időt. Add már, uram, az eső! A sok állat eledel után. Add már, uram, az esőt! Könnyeik öntözik csak a legerőt. Add már, uram, az esőt! Fújd el a gonosz időt. Add már, uram, az esőt! A föld és alig-alig ér. Add már, uram, az esőt! Toppan a fű és törik a levél. Add már, uram, az esőt! Ó, ha ez így megy oda a kenyér. Add már, uram, az esőt! Enyhítsd meg a levegőt. Színű felleget közelít a szél. Hozd már az uram esőt. Felnek a vödrök és csobog a remény. Add már az uram esőt. Emberek éneke az egekig ér. Add már uram az esőt. Add már uram az esőt. Add már uram az esőt. Azért jöttünk össze, ugye, mert hálásak vagyunk Székesfehérvárnak, és tulajdonképpen te miért vagy hálás, Tibi? Hát én úgy érzem, hogy a Made in Hungary és Tessék választani idejében a magyar könnyűzenében Székesfehérvár tulajdonképpen a ország második fővárosa lett, és ezáltal nagyon sokat tett a magyar könnyűzenéért, személy szerint nekem is természetesen. Most Katit nem engedem szóhoz jutni. Én úgy érzem, hogy Kati és a magam nevében azt kell megköszönnöm ennek a városnak és közönségének, hogy kaptunk tőlük egy olyan versenyszellemet, amely végigkísért bennünket, és nagyon sok eredményhez vezetett. És én most a kezemben lévő távirányítóval valamit be fogok kapcsolni. Ez nem csak a nézőknek lesz meglepetés, hanem nektek is. Kicsit recsegni, ropogni fog ez a felvétel, de az angol szöveget csak hallgatni kell. Figyelni az ő arcukat érdemes.
ha azt hallod, hogy Hungary, nem tudom, hogy jársz majd angol nyelvtudással, az azt jelenti, hogy Magyarország. Kati Kovács. Úgy mondtad ki a nevemet, Kovács. Nevemet, mint a magyarul mondtam. Jól mondtad, szépen. Na figyelj. Hihetetlen. Na figyelj, Kati. Hát bizony, Kati, mikor énekelted ezt? Hát csak te fogod tudni. Igen. Bocsánat, oda kell figyelnem egy kicsit. De jó pofa. Ilyen volt, nem is hallottam azóta. Ezt honnan szerezted? Ezt kérlek szépen, annak idején vittem egy kis magnót magammal. Emlékszel? Ez egy kis magnónak a felvétel? Igen, az romolt el éppen azon az éjszak, amikor cigarettázva javítottam, és te örjöntél, hogy nem vagyok tekintettel arra, hogy másnap indulsz versenybe. És ekkor hoztad el mindannyiunk számára Írországot. Katikám, most már engedd szabadon az emlékező tehetségedet, teljes egészében, hadd érvényesüljön. Szólhatok, tanárul, szólhatok végre? Na. Szóval ezek nagyon érdekesek, tényleg én majdnem minden. És melyikről beszélsz? Fehérvárról? Fehérvárról is, és a... Vagy Berlinről, ad már, uram, az esőt. Arról is, aztán Dresdáról, aztán Londonról beszélek, aztán mindjárt mondom Dublinról. Ó, hát a Dublinban külön számoltuk. Szóval maga a fesztivál érdekes, meg zeneileg érdekes, de az, ami hozzátartozik, azok az igazi emlékek nekem. Nektek a dalok, meg a hanyadik helyezettek vagytok. De nekem az a sok-sok élmény a közlekedés Írországban a másik oldalon, ahogy te vezettél, nem vezet, ja. Úgy senki. De jó Isten. Emlékszel arra? Ja. Írországban veszélyben volt az első helyünk, megmondom miért, bár minden versenyző azt mondta, hogy az összes versenyző így köszöntött bennünket, de amikor Szenes Iván azt mondta, hogy ő már tud a bal oldalon közlekedni, átvette a volánt, és szemben neki ment a zsűri elnöknek, ennyi hely volt a két autó között, csak azt láttam, hogy a szerencsétlen emberek betakarják az arcukat. Iván azt hitte, hogy ugyanabban a sávba kell bekanyarodni, és akkor azt hittük, hogy nekünk végünk ki vagyunk húzva a fesztiválról, hiszen rossz sávot választottál, neki mentél a szembe jövő autónak, illetve megcéloztad. Emlékszel erre? Hát mondd, hogy egy csak kicsit. Megcélozta. Nézd, én mindig hozzászoktam, tudod, hogy a színpadon vagyok, akkor egyformán szeretem a bal és a jobb oldalt. Úgyhogy elnézés, hogyha így mint gépkocsi vezetőként nem mindig tudtam. Ahogy téged ismerlek, volt ennek némi kis politikai éle is ennek a dolognak. Na tessék. De nem, politikai éle összesen egy közös dolgunknak volt, mert téged ettől megkíméltelek. Akkor, amikor
óriási lelkiismeret furdalás közben rábeszélt ennek egy ilyen utolsó versenyre, ami azonban már nem Fehérváron volt, hanem sok évtizeddel később a te szülővárosodom Egerbe, hogy lépjél fel a fesztiválon, és akkor megmondom neked, akkor... És nem akartam. Nem akartál, és borzasztó lelkiismeret furdalásom is volt, mert énekelted, mit énekeltél? Azt énekeltük, hogy jobb ez így nekem, akkor is, ha rossz. Ez az egyik. Ez jobb ez így nekem, akkor is, ha rossz. Tehát ennek lehet, hogy volt egy némi politikai éle is, bár pusztán szerelemről szólt. De nagyon nagy lelkiismeret fordulásunk volt, Tibi, neked is, ugye, mert Kati olyan kevés pontot kapott a zsűritől, hogy... De másodikok lettünk, vagy első? Nem lettetek másodikok, nem csillagom. Teljesen súlyos lemaradásban voltál, annyira, hogy teljesen ott álltam Tibivel együtt, és azt mondtam, miért kellett nekem egy ilyen sztárt, aki nekem sors azért... annyi dicsőséget szerzett. Igen, igen. Annyira, Katikám, hogy el is menekültünk, nem igaz? De. Én nem. Te nem menekültél, várjál, nekem... tudd meg az igazat, jó, mi elmenekültünk, azért, mert nem akarta megérni az, hogy minek beszéltél rá, minek beszéltél rá, miért hallgattalak. Hova mentünk? Pestre feljöttünk. Hova? A Vidám színpadra. És a Vidám színpadon, amikor kiderült, hogy a telefonok szavazata megváltoztott a zsűri véleményét, és te lettél az első, és mondták azt, hogy kérjük a színpadra a szerzőket. Nem voltatok sehol? Mert mi a Vidám színpadon mentünk akkor. Ott hagytátok a hajót, bizonyos. Ott hagytuk a hajót. Én egyedül álltam ott a sorot. Nem akartunk részt venni, a szégyen. A süllyedő hajót ott hagytuk, de befotozták a hajót. Igen. Kimerték a vizet, és följött nekem szépen. Nekem azért kárpótlás volt az, hogy tulajdonképpen az egész fesztiválról, arról az Egriről, a legtöbb ember jobb ez így nekemet énekelte. Már ott kint a helyiségben, szóval ez is egyfajta siker. Nincs megírva az sehol, hogy mindent menjen így tovább. Nincs megírva az sehol, hogy én nem veszthetek csatát. Volt valóban néhány szép napom, de lesz egy kedves búcsú mondatom. És ha így igaz, hát nincsen más még az. Gondot nem okoz.
szép fehérvári fesztiválok, Istenem, hány dalt énekeltél itt? Találkozás egy régi szerelemmel, nem tudni miért, de mindig megható. Idővel mindent másképp lát az ember, de az, hogy szép volt, nem vitatható. Hiába nézem ellenséges szemmel, a változást mi rajta látható. Az ember áll, és megszólalni nem mer. Van szerelem, mely nem gyógyítható. Jöjj néhány órás napsütés, még kell, hogy egyszer együtt járjunk. Még vár a nagy beszélgetés, tán kiderül végre, mi volt a hiba, mi nálunk. Jöjj néhány órás napsütés, sok régi témát megtaláljunk, s a miközben érzi, sírni volna jó. Őszintén örülök, mert néha arra gondolok, hogy semmire nem emlékszem, és amikor úgy mesélsz dolgokat, akkor úgy csak-csak bevillannak képek. Hát Bágya régi nagy dalát énekelt. Mit várhatsz még a történtek után? Történtek után? Igen. Az, emlékszem arra, az nagyon jó pofa volt. Azt mondtátok, hogy nem tudom elénekelni. Igen. Ha jól emlékszem, 70-ben, ha nem kéne mondanom, című dallal első helyezést ért. Első helyezést ért el, és irattál mégis velem egy másik szöveget utána. De az egy, az én hazám nem túl nagy ország. Azt nagyon szerettem. Emlékszel még? Annyira emlékszem, hogy amikor külföldön vendégszerepeltünk valahol Ausztráliában, Amerikában,
akkor énekeltük ezt a dalt, és csak azt, arra figyeltem fel, hogy szemben velem közönség soraiban ülnek az emberek, és mindenki törölgette a szemét. Az én hazám nem túl nagy ország, a földnek térképén nem büszke óriás, és azok az emberek, akik elköltöztek innen Magyarországról, azok mind, azokat mind szíven találta ez a szöveg. És ez a zenét? A zenét Konszibor írta, Szenes Iván a szöveg. De a zene hol indult hódító útjára? Hol? Székesfehérváron. Ja, hogy Székesfehérváron. Szintén? Persze, hát Székesfehérváron. Tehát azért beszélünk első róla. Helyezetként. Így van. Te. Van egy ötlet. Ezzel valaki írja már meg az én életrajzomat. Énekeld el, Kati. Nem. Nem, én most nem akarok sírni. De, énekeld valami mást. Énekeld valami el. Mást. Valami vidámabbat. Találkozunk. Hát akkor te. Akkor nem akarsz énekelni? Most nem szeretnék ilyen intim beszélgetésben, nem szeretnék. Akkor gyere, szeres. Jó, kérlek szépen. Mind.
Szervuszi, kös Fehérvár, jó, hogy újra láttalak. Szervuszi, kös Fehérvár, jó itt lenni nálad. Szervuszi, kös Fehérvár, ma minden dallam felé száll. Az én dalom is neked jár. Hát szervusz Fehérvár, szervusz Fehérvár.